hazai rallycross bajnokság negyedik futamán. Te vagy az első szuperkászosok közül, aki idén duplázni tudott győzelembe. Mesélj, hogy sikerült a hétvégéd? Elég nehézkes hétvégénk volt. Kisebb problémáink voltak a rajtprogrammal. Az első difibe valószínűleg kis koccanás miatt az első előfutamba ott eltört benne egy lamella. Ezt ki kellett cserélnünk, csak hát a harmadik előfutamra jöttünk rá, hogy valószínűleg ez lehet a baja. De utána nagyon jó volt, nagyon jó viselkedett az autó. Örülünk, hogy ez a tartalékmotor is ennyit bírt. Amúgy köszönöm szépen a csapatnak, meg mindenkinek, hogy ezt a jó hétvégét. Döntőben minden terv szerint alakult, vagy azért kellett változtatni közben az elgondoláson? Nem, a rajtnál el sikerült jönnünk elsőnek, és úgy volt megbeszélve, ha mindenki kijön Jokerre, akkor abban a pillanatban én is kijövök, és akkor tudok spórolni már az autóval. Túl vagyunk a szezon felénél, tehát az a szezon nagyobbik részén már túl vagyunk. Hogy értékeled az idei évet eddig? Én maximálisan a EB-re készülünk, arra próbálunk, állígattuk folyamatosan egész hétvégén a futóművet, a gátlókat, arra próbáljuk beállítani, meg inkább már az új autóra a gyúrunk. Elég nagy szünet lesz most itt nyár alatt, melyik futamokon láthatunk, fogsz menni VB-re? Igen, megyünk a Németországra, Svédország, Francia, lesz még egy pár addig. Akkor mozgalmas nyaratok lesz. Köszönjük szépen, várjuk az eredményeket és szurkolunk. Én is köszönöm szépen. Nem más, mint a részvénykor kárfél elsőzője, aki a Mária Pócs robócsiringen kiszakadt hátsó futóművel is simán abszolválta az őrült, elvetelült pocsonyos pontok, a parasz Kárai Tigri Tomás! Úgyhogy ez egyáltalán nem bántó, hogy